A változó kor tünetei leginkább a 40 éves nőket érik utol. Erről beszél velünk Szűcs Judit, aki bizony már átment ezen, de aztán szerencsére most is kirobbanó formában. Nem, hogy átmentem, ki sem megyek belőle, soha többet. Na mesélj erről, mert hát ugye ez... Hát az én életemben ez egy nagyon nagy meglepetés volt, mert nem gondoltam, hogy stresszre jöhet egy ilyen változó kor, tehát beindulhat. Márpedig amikor 40 éves voltam, nekem akkor indult el, mert akkor váltam, és akkor lett anyukám beteg, és agydaganattal megoperálták, és egy évig én vigyáztam rá, vittem a kezelésekre, és úgy látszik, hogy olyan stresszért, ugye a válás sem semmi, egy 9 éves kislánnyal együtt ott maradtam, de ez az a borzasztó, hogy senki nem mondta ezt nekem, hogy erre vigyázni kell, vagy figyelni kell. Én nem vettem észre semmi különöset, csak annyit, hogy elmentem egy tévéfelvételre, és hirtelen a hajam annyira, a hajam töve, meg a hátam, meg mindenem olyan vizes lett, hogy leesett a frizurám. Tehát szó szerint lelapult. És úgy elgondolkoztam, mondom, a többieknek nincs semmi bajuk, mi ez? Mi lehet én velem? Na most, ha így kell végigélnem egy egész életet, akkor én azt mondtam, hogy én ezt nem vállalom be. És úgy döntöttem, hogy gyorsan fölhívtam a nőgyógyászomat, és abban maradtunk, hogy azonnal egy hormon vérvétel, ami kimutatta rögtön, hogy miről van szó, és végül is én egy olyan gyógyszert kaptam, aminek a nevét ugye nem mondhatom ki, volt belőle régen forte is, nekem az kellett, mert én állítólag azoknak az embereknek, akik nagyon temperamentumosak. Mint te? Én az vagyok, hát mit csináljak, ilyen vagyok. Tehát azoknak kell a minél több ösztrogén, ugye? Uh-huh. Most ha az hiányzik, akkor elkezd hullani a haj, kiszárad az ember, a bőre sokkal gyorsabban ráncosodik. Hát szó szerint meg lehet öregedni egy fél év alatt szerintem. És itt benned ilyenkor az volt, hogy te mint nő ezt nem biztos, hogy szeretnéd átélni, vagy te mint előadó, mert hát hisz mint az arcodból élsz, a hangodból élsz. Mint előadó, és nem is gondolkoztam egy percig se, és ez rendesen visszahozta a ciklusomat is, úgyhogy én maximálisan ugyanolyan nőnek érzem magam, mint előtte, mintha semmi nem történt volna, csak én erről nem tudok leszokni. Tehát én nem azt mondom, én nem ajánlom senkinek, hogy az én példámat kövesse. Én nem vagyok egy orvos, úgy volt, hogy lesz itt egy orvos, de hát sajnos hát a műtenie kell. Úgyhogy én nem akarok az orvos szerepében itt mutatkozni, de én nekem ez vált be. Tehát, hogyha én még egy napot kellett volna úgy éljek, mert azonnal éreztem a hatását, ez egy csoda volt. És én abban maradtam azóta is a nőgyógyászommal, hogy én nekem ez semmilyen bajt nem okoz. Én most 63 éves vagyok, és 40 éves korom óta szedem. És én ezzel fogok szépen elbúcsúzni majd egyszer valaha, 128 évesen az élettől, mert én nem vagyok hajlandó erről úgy lemondani, mert ugyanis ugyanolyan tünetek jönnek, ha én holnap abba hagyom, ugyanaz kezdődik el, ami... Mondj még, azt mondtad, hogy lelapult a hajad, hogy nagy izzadás. Nem is a haj lelap... De mi izzadás, mi jön még? Hát az a forróság, az a víz, ahogy leszakad rólad minden. Depressziós leszel, jönnek ezek a rosszabb gondolatok, nem vagy olyan pozitív, már pedig én pozitív voltam, vagyok és leszek. Tehát ez nekem fontos. Ez a hormon pótlás, talán mondhatjuk így, ugye? Én azt mondtam a jó Istennek, hogy én nekem soha nem lesz semmi bajom, hát lekopogom egyelőre, én nagyon jól vagyok, nincsen semmi problémám, úgyhogy én nekem ezt, amíg a színpadon vagyok legalábbis, addig biztos, hogy pótolni fogom a hormonokat ezzel a kiegészítővel. Mondom, ez nagyon ijesztő, nem? Amikor így először megjelenik, hogy mi van velem, és hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni, és gondolom, hogy azok a nők, akik először ezt megtapasztalják, nem is nagyon tudják, hogy hova nyúljanak, hogy mit csináljanak. Hát ezt a férfiak nagyon nehezen, neked is furcsa lenne, nem? Hogy hirtelen az asszonkádnak kihullik a haja, ráncos lesz,
jól megöregszik, és akkor csodálkozol, hogy még depressziós is, és még elviselhetetlen is, és tehát olyan kibírhatatlanná válhat egy nő, és ez nagyon fontos az a családi háttér, ami nekem pont akkor nem volt meg. Tehát, hogyha én mellettem, akkor van egy olyan boldog család, kiegyensúlyozott háttér, akkor lehet, hogy ez az egész, ugye nekem nem is jött volna elő. Az én anyukám, már észre se vettük, hogy mi történt, mikor történt, és elég későn, nek túl korán jött. Uh-huh. És ennek sajnos a stressz volt az oka. És mit tudsz arról, hogy aki mondjuk nem azt a módszert követné, mint amit te, hogy szedi ezeket a gyógyszereket, hanem van más módszer is arra, hogy ezek a tünetek, ezek mondjuk minimalizálódjanak? Vannak ilyen készítmények, amiket, most csak a végét mondom a szónak, jó? Az is forte, leszik a zene, azért itt van velem mindig. És ennek ebből nem elég kettő szemet bevenni, hanem hármat kell bevenni. Tehát, hogy valamit szedni kell, ez a módszer, hogy igen, muszáj valamit szedni? Hát a szójakészítményekről van szó, hát azért azt nem olyan nagy, itt is esztek szóját, meg nem olyan nagy dolog kimondani. Azok igenis, abban van sok olyan kiegészítő, ami nekünk sokat segít. Próbálkoztam tapasszal. A nővérem Athénben él, és neki sikerült tapasztalattal. Lényeg az, hogy leszokni erről a készítményről, mert ő is ezt tette, és szépen lassan úgy kihagyott szemeket, de ő nincs színpadon, neki nem kell stresszelni, neki nem kell izgulni. Én minden fellépés előtt izgulok. Most, ha ehhez még plusz cipelem ezt a fajta terhet... Mind a mai napig izgulsz. Ha miért izgulnék minden egyes fellépésre? Tényleg? Mondjuk tőletek azért nem leszek olyan izgatott, mert most nem... Most nem látod még ez se. De hát persze, nem hát ez úgy, hanem jó, hogyha egy fellépés igen is nagy izgalommal jár, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy te szeretnéd. Hát most nagy izgalomban vagyok, ugye, mert április 10-én lesz a koncertem is az Erkelben. Úgyhogy én nekem az izgalom az úgy hozzát, de ez kellemes izgalom. Mert ahogy kimondják a nevemet, abban a pillanatban én már azzal foglalkozom, hogy jaj, és hogy lehetne ez egy 200%-os dolog. Mesélj nekünk egy picit, mert hogy hoztál a FM3 karácsonyfája alá egy CD-t. És nagyon jó, hogy mára hívtatok be, mert ez tegnap érkezett meg ez a CD, ez a 45 év száguldás, és ezt csak nálam lehet kapni majd az én berkeimben belül, de szépen kifejeztem magam. Úgyhogy ez a CD, ez ajándékba kerül a tifátok alá, mert hallottam, hogy mások is szoktak hozni. Igen, nagyon, és ki fogjuk sorsolni, igen. És most még énekelsz. Igen, így bizony. Táncold át az éjszakát, azt fogod énekelni. A legújabb dalomat. Köszönjük, hogy itt vagy. Én is köszönöm. Köszönjük szépen.